2019. novemberében 10-szer választott diákpolgármestert a Városi Ifjúsági Parlament. A posztot egy évig Bokros Bianka, a Dunaszerdahelyi Magángimnázium diákja töltötte be. Választási programjában fontos szerepet kapott a környezetvédelem. Az önkormányzat 10 éve fogalmazta meg azt a célkitűzést, hogy az ifjúsággal meg kell ismertetni a városvezetés munkáját. Egy éve fennállásának 60. évfordulóját ünnepelte a Művészeti Alapiskola. A jubileum alkalmából kiállítás nyílt. Az oktatási intézmény az elmúlt 6 évtized alatt számos művészt indított el a pályán, akik közül többen visszatértek egykori iskolájukba és ünnepi műsort adtak. Köztük volt Molnár Ágnes énekesnő is. A kezdet nem volt egyszerű. Az akkori igazgatónénél tanultam zongorázni, és amikor így egy-egy szólam nem ment, akkor beénekeltem, meg ilyenek voltak, és akkor hallották, hogy szép hangom van, és akkor mondták, hogy próbáljam ki, hogy énekesként, hogy működöm. Kovács László történész tavaly novemberben Magyar Szentek a Felvidéki Templomokban címmel tartott előadást. Elhangzott, hogy a magyar szentek, főleg Szent István és Szent László ábrázolása templomi fali képeken, oltárképeken és szobrokon főleg a 13.-14. Században történt. Ábrázolásuk 13 templomi képciklusban, valamint 16 középkori oltáron látható felvidékszerte. Dunaszerdahelyen 2019 őszén a városi fenntartású óvodák bekapcsolódtak a gyermekeink sugárzó mosolya szájüreg higiéniai programba. Egy helyi fogászati központ szakemberei játékosan tanították az óvodásokat a fogmosásra. A fogbetegségek megelőzése érdekében már gyermekkortól fontos a rendszeres fogápolás és a helyes táplálkozás. A magyar tanítási nyelvű Vámbéry Ármin gimnáziumban egy éve Vámbéry hetet tartottak. Volt nyelvi verseny, irodalmi verseny, infocsata, kosárlabdatorna és különféle témájú előadások is elhangzottak. Nyílt napot is tartottak, és nem maradt el a Gimittu tehetségkutató verseny sem. A cél a közösségépítés, az egymásra figyelés, valamint az iskola névadója Vámbéry Ármin emléke előtti tisztelgés volt. Paprikás krumpli, valamint konfitált fácán zöldségágyon fekete málnával vörösboros öntettel lett a Csalló köz legjobb étele 2019-ben megosztott cím nyertese tavaly novemberben. Régiónk éttermeinek csapatai mérték össze főzőtudományukat, az elkészített ételeket szakmai zsűri bírálta el. Janák Szabolcs első helyezést érdemelt ki. Kihívás ez a fácán, mindenki mondta, hogy ez száraz lesz, meg nem lesz jó, de mi csak azért bebizonyítottuk, hogy ez lehet jó is. Lennék valakié adiszimfonikusokkal. A Városunkért Polgári Társulás 2019. novemberében ezzel a címmel szervezett irodalmi koncertet. A rendezvény Ady Endre költő emléke előtt tisztelgett megzenésített versekkel. Közreműködött Baross Loretta, Móroc Virág, Derzsi György, Ollé Erik, valamint Tatabányaváros szimfonikus zenekara. Láttalak a múltkor, mosolyogva néztél, éppen úgy, mint akkor, mikor megidéztél.